Sziasztok, Blackburn vagyok, és ez itt a Majesty 10. része. Az előző részben hát befejeztem az utolsó ilyen közép nehézségű pályákat. Azzal, hogy megölte a patkány királyt, meg leromboltam ezt a varázs erődöt, amit tud teleportálni. Érdekes volt. Na és akkor már csak annyi maradt, hogy bele kell vágnom a legnehezebb pályákba. Hát eddig is befutottam nagyon nehéz pályákba. Hát, kíváncsi vagyok, hogy milyen leszek ezek a nagyon nehéz pályák. Na kezdjük mondjuk akkor ez a sárkány királynak a sírjával. Your Majesty, I bear news of great import. Using his crystals and ethereal energies, the old wizard Tarsival has divined the destiny of your kingdom. His vision in such matters is usually quite clear, so I urge you to respect his forecast. The wizard claimed to see an ancient tomb, forgotten by all. It is rediscovered and visited by many heroes. One eventually recovered a magic sword that rests within. Tarsival insists that for the good of the land, this event must come to pass. Aha. Azt mondja, hogy nagy uram, fontos hírén vannak. Azt mondja, hogy a kristályt használva, a kristály energiát használva a mágus Tarsi, az öreg mágus Tarsival megjósolt a sorsomat, vagy a királyságnak a sorsát. A jóslata mindig tiszta, és mindig hát mindig beválik. Szóval azt mondod, hogy tarts tiszteletbe a jóslatát. A mágus azt látta, hogy van egy ilyen ősi sír, amit mindenki elfelejtett. Szóval úgy megtalálták ezt a sírt, és sok hős meglátogatta azt. Az egyik hős találtott egy varázskardot, ami ott nyugodott. És gondolom akkor vissza kell juttatnom ezt a kardot, hogy most mi van. Aha, értető, szóval akkor most konkrétan én vagyok ez az őr. És nekem kéne megszereznem ezt a kardot. Azt mondja, el kell pusztítanom a háromfejű szörnyetegnek a barlangját, ha megtaláljam ezt az ősi sírt. Ja nem, hogy elsőnek le kell robbolni három darab ilyen szörny barlangot, hogy aztán felfedje a sírnek a helyét, és aztán magát a sírt is le kell rombolni, értem. Jó. És csak annyi a feltétel, hogy ebben a pályában nem lett guardhouse. Hát jó. Kíváncsi leszek milyen. Jó, ja, ez ugyanaz a szöveg. Jó, már úgy kezdünk, hogy van kult. Miért van ilyen messze ez? Rakjuk csak oda közel. Így, mi? Ha már van egy olyan logóz gildem, akkor nem fogom ott hagyni. Nem? Jó, és akkor csináljunk jó kevés. Jó kevés aranyjal kezdek. De esetleg akkor már szerintem ezt fel is fejeztem második szintre. Ez csak jó. Na és akkor milyen szörnyek lesznek itt olyan? Csak az a háromfejű hidra? Vagy mi lesz? Ki tudja. De ha nehéz pálya, akkor... Csak nehéz lett. De eddig nem jön semmi. Addig ő igazából, hogy...
Én nézem, hogy ugye expert a pálya, tehát a legnehezebb fokozat, és akkor így a pálya is nagyjából nagynak néz ki. Szerintem nagyobb, mint egy normál fokozat. Hát... hát én építkezek, aztán megvan, hogy mi történik, de... nem tudom, így időbeteg szerintem, mire ezek felfedezik ezt a nagy térképet. Hát jó sokáig vártam, mert inkább a biztosra megyek, hogy felkészüljek. Na szóval... az a lényeg ennek a pályának, hogy ugye kezdünk egy Temple of Cryptával, meg egy Bizarre Guild-del. Hát varázslókat ez a pályán se csináljunk egy ideig, még nagyon nem, nincsen kész a védelem, mert a varázsló hát ugye papírszar, egy ütéstől kifekszik, úgyhogy nem is éri meg 500-ért, ezért Temple of Cryptát azonnal kell csinálni. Amint elindul a pálya, ugye a tábort, ami ott van, idehozzuk, csinálunk 4 darab rangert, 4 darab ilyen priestess, és minél hamarabb fel kell fedezni, mert itt a város környékén, akárhol vagyunk, lesz egy trading post, meg két guard post. Ugye, hát ez a pálya nem lehet guard postokat csinálni, ezért jó célszerű bevédeni egy ideig, amíg csak lehetséges. Tehát azt, amint felfedezzük azt a két guard postot, azt felfejleszteni, ugye veteran guardzik, és bevédeni azt a trading postot. Hát azért kell minél hamarabb felfedezni ezt a trading postot, mert van ott 10, most mi az 9000 arany. És hát azért az nagyon jó, jó pénz. És miután azt a 9000 aranyat felszedtük, fel kell fejleszteni a kastélyt második szintre. Az első épület, amit építünk, az legyen egy Rugos Guild, egy Marketplace, ez a kettő legyen meg, plusz harmadiknak még egy kocsma, mert ahhoz, hogy csináljuk ilyen elf épületet, az kötelező a kocsma is. Nem tudom, ez a feltétele. Meg a Marketplace is. Úgyhogy ezek legyenek meg, a Blacksmith mondjuk nem annyira fontos az elején, mert varázslók mondjuk, úgyhogy nem az a lényeg. Szóval, amint megvan a kocsma, a Rugos Guild, abból is a négy, és akkor minden harap csinálni még egy Temple of Cryptát, csak úgy kell, hogy közvetlen, hát nekem mondjuk pont itt volt, közvetlen a trading postnak a két guard post mellé, hogy ugye a, mi ez a priestessek folyamatosan idézik a csontikat, és a csontik nagyon jók a sárkányok ellen, nem a priestess jó, mert mondjuk a sárkányok, mint meg is mutatom, most is jön egy, a mágiállása mondjuk gyenge, de nem ez a lényeg, mondjuk a dodge meg a defense az erős, de az nagyon nagyot tud sebezni. Aha, hát nagyon erős ellenfél, igen. Szóval, nem az a lényeg, hogy azért kell csinál a priesteseket, mert hogy varázsellenás, mert akkor csinálnék mágust is, de igaz, hogy a sárkány csak így ráfingan és kidőlne a mágus. Hanem azért, mert ugye folyamatosan intézi a csontvázakat. A csontvázaknak meg nagyon jó a dodge képességük. Hát ugye ez nem csak arra vonatkozik, hogy az íjra, hogy a nyilakat nagyon jól tudja elkerülni, hanem az ilyen távolsági támadásokat az legyen, az, hát a sárkány is távolsági támadásnak számít, ugye tűzlehellet, és azt is könnyen ki tudja kerülni. Szóval ez a lényeg, hogy ezért kell sok ilyen priestest csinálni, minél hamarabb. Miután megvan 8 priestessünk, hát nagyjából az így tudja védeni egy kicsit, hogy ugye marketplace felfejlesztük, én még csináltam plusz egy trading postot, hogy kettőből legyen így az arany. Marketplace fejlesszük ugye minden hamarabb, hogy több aranyat termelj a trading post. Meg ugye Blacksmith fejlesszük, hogy minél ott tudják fejleszteni az íjászok a fegyverzetüket. Hát ez majd meghalt. Jó, hogy van ilyen reanimate képesség. Kitérve erre a spellekre. Ugye
használhatom ezeket. A reanimate ugye azt tudja, mint a van az a, amikor olyan gyógyítókat csinálunk, a kék templom, nem jut eszembe a neve. Ugyanaz, csak az resurrection. Szóval a feltámasztás ez meg ilyen újraalkotás, mondhatni. De mondjuk a feltámasztás, azt vettem észre, hogy az olcsóbb, az kb. A 1500 volt. Na mindegy, ugyanazt tudja. A reanimate-et nem célszerű elhasználni sárkányra. Kipróbáltam, hogy mondom már reanimate, akkor csak azt tudja, hogy feltámasztja valamelyik holtat, és akkor a oldalomra áll. Hát feltámasztottam a sárkányt, és akkor újra meg kellett küzdenem vele, szóval ez nem úgy működik, ahogy mi azt szeretnénk, pedig jó lenne. De az mondjuk túl erős lenne a sárkány szövetségesnek. Na mindegy. Szóval ezt ne használjuk ellenségre. Aztán... És az a jó, hogy ezt is bárhol lehet elnyomni. 2000 aranyért, ez nagyon jó. De mondjuk célszerű nem ilyen kis egységekre, mondjuk egy egyes szintű hősre, minek egy 2000 aranyért elnyomni rá az újraesztést, mikor újra veszem mondjuk 300 aranyat, nem? Szóval az úgy fölösleges. Hát ugye mindegyik épületből csináltam kettőt. Kettő VS, kettő Warrior, kettő minden. Warriorok, ugye most csináltam egy csomó ilyen Warriorok Discordot. Ez mondjuk nagyon jók a sárkányok ellen, mert ugye közel harc, minden. Meghalt az egyik ilyen, nem is vettem észre. Egy ilyen Temple of Lunordot csináltam, hát mondjuk ők is annyira, hogy... Baszki, ezt meghalt az egyik. Na, gyorsan vagyok kihelyezteni, mert hamar eltűnik a sír. Na. Még az a jó, hogy ahogy harcolnak a sárkányok ellen, nagyon gyorsan gyűlik az XP. Minél nagyobb szintű, ugye annál erősebb egy hős. Még a kultisták így tudnak ilyen medvévé alakulni is. A csontvázra nagyon gyenge a sárkány, most hát konkrétan a csontik tankolják igazából, úgy mondhatni, a sebzést a sárkánynak. Aztán ugye igen, hogy van három darab ilyen bár, egy Ruined Keep, egy Evil Castle, meg egy Dark Castle. Aztán hát ugye ezeket kell pusztítani. Annyi, hogy ez a pályán van még három darab Temple of Kroll, ugye ahol a barbárokat csátjuk, de az a kastélytól messze van. Hát nekem például itt volt, ez is ugye random, de a kastélytól mindig messze kell keresni. Én ezt célszerűen azt csináltam, inkább elpusztítottam, azt tettem észre, hogy ha elpusztítunk épületet, akkor ad némi aranyat, tehát nem is annyira rossz, hogyha elpusztítjuk. Én azért pusztítottam el, ugye, mert kurva messze van a kastélytól, és mire oda megy egy építő is, vagy bármi, az úgy eléggé sok idő, meg ugye a tax collector is ide jöhet akár, és akkor úgy közben is megöltik, szóval elég kockázatos. Igaz, hogy nagyon jó lenne, mert csomó barbár tudnék csinálni belőle, meg a Rage of Chrome-ot tudnám használni, de nem éri meg, mert ugye minden egyes katona is szinte ide jön, ide császkál, az közben rajta üthetnek, aztán minden. Szóval azt tanácsom, hogy csak a várost így szépen körbevédeni. A priesteszekkel lehetőleg újraesztelni, mondjuk az újraesztés csak akkor éri meg, hogyha már nagyon nem tudunk mire költeni, és mondjuk nagyon erős hősünk hal meg. Azt hiszem ennyi igazából. A lényeg tényleg ez, hogy a guide, amit mondtam, hogy a tábor gyorsan idehozni, 4 darab ES, 4 darab itt is meghalt egy, azt kész, se vettem. Hogy 4 darab ilyen rugó is, 4 darab
Nem, Priestess ez a legfontosabb. Mindenhol felfedezni azt a 9000-es training posztot, bevédeni, felfejezteni a guard posztot, mert jól tud jönni. Aztán még azt akarom mondani, hogy fel kell készülni azért így, mert 15. napon, mikor érünk a 15. naphoz, egy csomó sárkány jön, kb. Olyan 10 vagy több mindenfelől. Ezért kell minél hamarabb így megcsinálni ezt a védelmet, a sok priestest, meg mindent. Szóval, ha azt a 15-ös napot kibírjuk, onnantól már gyerekjáték igazából, mert kb. Így egyesével jönnek. Szóval csak addig kell kibírni. Na, ez is meg fog halni mindjárt egy ütéstől, ami ez egy lövéstől. Az a baj, ezek lassan is támadnak, ezek a priesteszek. Hát az meg bemegy a házba. Nagyon jó. Szóval addig nem romboltam le ezeket a romokat, mert hogyha leromboljuk, akkor jön ki bele egy csomó szörny, meg talán gyakrabban jönnek a sárkányok. Egy célszeresnek így felkészül, hogy én. Jó. Inkább már rakom is rá mondjuk a 2000 aranyat. Még annyi, hogy itt középen volt 3 vagy 4 darab vámpír, így az őrzi ott a sírhelyet, meg egy olyan ent, egy démonfa. Azokat is nem nagyon érdemes addig harcolni egy ideig. Némelyik pésem úgy is arra császkál. Nem tudom, hogy miért szeretnek ennyire császkálni. Szépen szétszóródnak, hogy így rámennek a kastélyra, legalább addig nem támadják be. Szerencsére a kastélyt még azt nem mondom. Ezek nem olyan harcosok mondjuk. Hát, hogy csak a harcosoknak van ilyen kedve, hogy... Jó, csomó vérfarkas. Vagy nincsen itt ez a bár, legalábbis nem látom. Ezért mindig készületbe tartom inkább a Temple of Cryptát, hogy tudjam nyomni feltámasztást. Ott meg egy csomó medúza jött ki, ahogy látom. Jó ez a rugó amúgy, hogy legalábbis csak ő tud ilyen kifosztást a tetemekhez. Ezt belassítom ezt a sárkányt. Itt lassabb az attack speedje is, azt hiszem. Na, pusztítsátok már azt az utolsót is, kérlek. És ezután itt fog középen megjelenni a... Mi az a sárkány királynak a kriptája. Csak megidéz egy rohadt túl sok sárkányt, ezért így, ezért kell felkészülni. Az igen, már 17-es. Azt nem szabad hagyni meghalni. Nem tudom, hogy mennyi a maximum, de szerintem 20. Aha, és egy csomó sárkány jön meg. Basszus. Megvárom, hogy elmenjenek. Hát... Basszus, még egy... Azért meghalt. Csak erre rakok egy 3000 aranyat. Ki.
Mert csak lehet, így feltámasztok. Na, túl sok sárkány jelent meg. És folyamatosan idézi a sárkányokat. Itt lehet, így felélesztek azért. Na, menjetek már a tombra. Rákapkai 4000-et. Csak menjen rá mindenki. Még valaki meghalt. Hol haltál meg? És látom, hogy hol a sírja. Még a sárkányokat visszavertem, úgyhogy már így jó. Jó, mindjárt elpusztul a tomb. Na és meg is van. Úgyhogy igazából ez a lényeg, ahogy elmondtam. Sokat szóra próbáltam én is ezt a pályát, hogy nehéz. Szóval, hogy nagy uram, csodálatos hírek. A varázskardot ott állták meg, pont ahol Tarsival megjósolta. Ez a kincs, szóval misztikus energiát sugározik magából, egy igazi csoda. Az biztos. Na, hú, ez kemény volt mondjuk. Ezek a sárkányok nagyon bedeszek. Hiába az a baj, rohadtul nagyon tudnak is sebezni. Meg nagyon sok az életük. Na de nézzük akkor most mondjuk ezt a pályát. It honors me to counsel one so wise. Your forebears would be truly proud of the prosperity you fostered in this land. This region has become rich and pleasant to dwell in, thanks to your recent land acquisition. It is wonderful that the former baron traded it for only 150 head of cattle. However, such prosperity does not go without notice. Rumors have reached the castle walls that there are many who seek to claim this idyllic setting for themselves. You must be on guard against any such marauders. Azt mondja, hogy megtisztelő érzem magam, hogy mi az uralom, vagy mi az, neked dolgozok, vagy valami ilyes mit mond igazából. Mi az a Fostert? Nem tudom. Azt mondja, hogy a munkásaid nagyon büszkék, hogy ezt a földet dolgozzák. Szóval ez a terület nagyon gazdag lett, nagyon jó termő föld. Szóval ez 100 fejet adott azért, hogy ide kastélyt építsek, vagy nem tudom. Mondhatni, hogy volt egy ilyen földes úr, aki 100 fejért akarta megvenni ezt a területet. Ha, szóval lényegében sokan meg akarják kaparintani ezt a földet maguknak, mert nagyon jó termelő, és fel kell készülni mindenféle zsákmányolásra. Micsoda? Aha. Azt mondja, 7 köröm lesz, hogy visszaverjem ezeket a zsákmányolókat. El kell pusztítom összes ilyen
tolvajt mutatni, és nem lehet semmilyen misztikus lény ez a pályán. Az kemény. A guardhouse direkt ilyen messze van. Legyen már közelebb. Az direkt ilyen messze van. Akkor jó. Akkor azt mondja, Rangers Guild. Rugos Guild. Jó, az a jó, hogy legalább jó sok pénzzel kezdek, és már abból kettes szintű kastélyom van. Temple of Doroth-t csinálok inkább. Egy Temple of Agrellát. Oké, egy Warriors Guild is. Egy Marketplace. És egyelőre ennyi szerintem elég. Szóval itt csak védekeznem kell, úgymond. De azért célszerű felfedezni szerintem a területet. Csak az adót megneveljük. Mikor 800-ra. Minimum bevételt meg olyan 400-ra. Egy gyógyítót csinálunk. Na, egy csomó pénzem, úgyhogy az a jó. Itt egy kastély. Szerintem jobb lenne minden hamarabb elpusztítani. Szóval kell nekem egy kocsma. Akkor már csinálok Wizards Guild-et is, az is belefér szerintem. Kell egy Blacksmith is. És akkor paladinokat csinálunk. Nagyon jó védelem érdekében. Az a jó, hogy legalább egy csomó aranyom van. Ajjajjaj. És már jönnek is. Mi ott alszok? Hát azt a... Az a troll szépen leverte a mágusomat. Kéne még nekem mondjuk egy library is. Akkor csinálok még egy guardhouse-t. Ó, te jó ég, milyen sok goblin. Az igen. Több guardhouse-ra lesz szükségem. Akkor inkább guardhouse csinálom szerintem. Én vissza tudom ezeket verni. Kérdés. Sikerül-e? Attól sokan vannak. Majesty,
Na, csak szavertem. Ez volt az első támadás. Csak ezeket gyorsan elpusztítjuk. Jó, és akkor csinálunk gyorsan guardhouse-okat, még van időnk. Kéne egy trading post is. Valahova, ahol elfér. Mondjuk ide talán elfér. Oda. Azt is elpusztítjuk ott. Inkább leveszem a rewardot 200-ros elég. Jó, egy kastélynak annyi. Eddig jól tartom magam szerintem. Csak fejleszteni a katonákat, legalább sem, hogy fejlesztik magukat. Ajjajjaj! Milyen sok mi a tarvusz, baszki? Jó, trading postot úgy látszik, nem fogok tudni csinálni így. Na, viszont nem hiszem. Inkább el is pusztítom, addig is kapok legalább pénzt belőle. Meghalt az egyik paladinom is. Ebben innen a két kastélyt elpusztítottam, az a lényeg. Baszki, de sokan vagytok. Nem tudok újra támasztani, mert fölösleges is igazából. Azt mondtam, hogy mit jelentett ez a plusz egy, hogy erősebb lesznek a mágusai? Nem tudom. De esetleg fejlesztem. Jó, ezt a vévet is visszavertem. Ez eddig kettő volt. Baszki, akkor a hetediken meg sárkányok jönnek, vagy mit? Na erre félt, hogy mi fog történni. Csak mit csinálják? Temple of Heliát, vagy... Na, legyen Helia. Baszki, hogyan fogok pénzt szerezni, azt nem tudom. Jó, hogyha ezeket a kastélyokat is elpusztítom, annál kevesebb gondom lesz. Nagyjából jól állok legalább. Csinálunk ilyet is. Ó, most meg elfek jönnek. Ezek a mágusok, azok... Az igen. Szépen rávarázsolt. Csinálunk még egy kocsmát mondjuk. Ilyen is. Hm.
Kéne még guardhouse, mondjuk ide. Ezeket a kastélyokat is pusztítsuk el minden hónap. Az igen. Jó ez a mágus igazából, csak akkor jó, hogyha van egy bizonyos szintje. Kb. A nőt. Hát addig eléggé szar. Ajaj. Ú, majdnem. És ez mik jönnek? Ó, most törpik jönnek. Viszont hamar jönnek ezek a vévek. Ez a negyedik, igaz? Jól számolom, volt ugye, volt elsőnek a goblin, azután a minotaurusok, aztán az elfek, most meg a törpök. Legalább egyes szintűek is. Ah, meghalt az egyik mágusom. Fejeszteni kéne. Ezt, hogy legyen resurrection-em. De én örülök, hogy fel tudok készülni rá. Jó, legalább a kastélyoknak annyi. Ez nagyon jó, hogy ilyen. Ilyen sok pénzzel kezdek. Hogyha kezdek vele 10 000 aranyjal, nem tudom, mi ezt tudni kezdeni. Törpöknek annyi. Blö, azt mondja. Blö. Hát már nem megy soha. A kastélyoknak annyi. Jó, eddig minden faszom. Ez a következő vévfolyam. Nézzük már meg ott mi van. A patkányok? Nem hiszem, ez túl gyenge lenne. Nincs is több kastély, csak ez a hat volt. Itt volt 2, ott volt 2, meg ott 2. Hát jó. Akkor ennyi. Legalább azzal sincsen több gondom. Kéne még trading post, hogyha már nem tudok csinálni, de azért megpróbálok. Hát mondjuk ide pont jó. Most kíváncsiak, hogy meddig fogja bírni ez a trading postot. Azt mondta, hogy merről jöhetnek. Bárhol jöhetnek. És ez a nagy gond. De már fel vagyok készülve a vévekre. De el is remélem. Csak meg ilyen felgránzokat is. Abba is dől a lél legalább. Mondjuk ide. Na. Jönnek most letartóztatni szerintem a zsákmányokat, akik megmernek támadni engem. Sovereign,
Na, hol a következő wave? Gyertek csak. Ebből is lesz inkább csak egy mentést. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a következő wave. Tuti lesz végén olyan, hogy sárkányok jönnek, vagy golemek, vagy valami. De remélem, hogy nem. Remélem, hogy csak valami... Nem tudom, mik jönnek. Jó, a library-t is teljesen kifejlesztettem. Gyertek már! Napokra nem figyeltem, de szerintem a 15. napnál foglak. Vámpírok! Ó! Oh. Rakok rá egy 400-at. Az egy nem jó. Szóval szerintem meg fog halni, nem? Nem is jött olyan sok, csak 7 darab vámpír. Még fel is támasztom, hogy megöljék kétszer is. De azért nem. Csak hílelek. Kaptok ti áldást is. Blöööö. Jó. Hát ezeknek a vámpíroknak annyi. Itt még tartunk mondjuk egy ilyen fairgroundot. Tornamentet. Mindenki oda menjen. Csak dőljön a lé. Azt mondja, mit nem raktam még? Rakok már egy ilyen szobrot is, csak hogy legyen. Hát... Hát, hogy kéne most mindegyikből kettő. Csak még egy Warriors Guildet. Egy Rugos Guildet. Egy Rangers Guildet. Mindegyikből legyen kettő. Csak egy baszott nagy sereget. Egyelőre ennyi elég lesz. A Paladin az drága, ugye egy ezeres. Legdrágább, amúgy azt vettem észre, hogy a Paladin. De hát érthető, mert mondjuk nagyon jó. Nem tudom, harmadik szintre emelni. Jó, ja, nincsen teljes AP. Akkor már felveszem azt is. Vármosra. És mik jönnek most? Ó! Rengeteg Minotaurus. Jó van. Gyertek csak épp fel elkészülve rá. Jó,
kaptok ti ott egy Lightning Stone-t, mit szóltok? Hát ezzel jól kiirtottam őket. Idő kell amúgy, hogy betöltsön a varázslat. Ja nem, csak kicsi a range. Értem. Baszki, a trading posztomnak annyi. Hát eddig bírta. Az egyik guardhouse-os. Mindegy. Mutató sikeres ez a vév is. Trading posztot újra csinálom. Nekem az kell legalábbis, hogy az legyen. Az az egy, már több nem lehet. Mert hát lehet, csak minek csinálom, akkor úgyis elpusztítják idővel. Na, egy a fene csinálok még oda egyet. Csak legyen aranyom, az a lényeg. Sose bajtja. Minél több aranyom van. Jó. Mi a franc? Az az egy ott lemaradt? Ilyen kéz adja, mi az, ahogy mondta, hogy várjatok, megjövök. Hát, nem várták meg, lehet, hogy pont emiatt buktak. Mára is csinálok egy guardhouse-t. Guardhouse-ból se baj, hogyha minél több van. Jó, mit nem csináltam még? Csak már ebbe a Temple of Dauros-ból. És még egyet, meg mondjuk ebbe a Temple of Obrélába is. Mindenből kettő. Az a legjobb. Én felkészülök. Azzal nem újjon. Ajaj. Azt a rohadt leborultját. Sejtette, hogy lesz valami ilyen. És mi? Golemek. Meg egy baszott meg Kyklops. Drogó a Kyklops. Húha. Én megmondtam, hogy jól fel kell készülni. Sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz. Szerintem... Ez az utolsó B, vagy nem számoltam már a hanyadik. Csak kaptok oda egy Lightning Stormot. És akkor is legalább kapjatok sebzést. Baszki. Mire odáig a Resurrection? Nem azt hittem. Jó, a Kyklopsnak is annyi. Ajjaj. I joined the wild spirits.
Kaptok mindenféle varázslatot, csak csináljátok. Skin. És ez szerintem még nem is az utolsó wave. Ajjaj. Azt a paladint azért újrajöztem. Nem tudom, hogy ez az utolsó év, nem is számoltam, hogy hol járok. De ha még ennél is keményebbek jönnek, akkor beszívom. A golemek nagyon kemények. Na, ennyi. Jó, akkor ez volt az utolsó. Ó, szerencsére. You've eliminated the last of the raiders threatening the kingdom. Our settlement is safe, thanks to the valiant efforts of your heroes. With your continued leadership, the prospects for our future are indeed bright. So, azt mondja, elimináltam, milyen szó ez, megöltem összes fosztogatót, most már nyugodtan, most már nyugodt a környék igazából, nyugodtan farmolhatni, mondhat én nyugodtan ültethetnek, hogy műveltik a földeket, még ez a megfelelő szóra. Hála nekem és a gyönyörű vezetésemnek. Most már... Ölvegek. Most már ennek a fölnek is így megvan a jövője. Na hát ez is kemény pálya volt azért. Nem hiába expert. De legalább ez is megvan. Gondoltam, hogy lesztünk minotaurusok, hogyha már adta kép. És... hát... én nem fogom folytatni igazából. Még van pár ilyen expert pálya, úgyhogy akik tetszett a videó, az nyomj lájkot, törekozzon felé, és találkozunk a következő részben. Addig, sziasztok!